Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Gyakran halljuk azt önöktől, hogy Magyarország jobban teljesít. Gyakran mondogatják ezt miniszterek, államtitkárok, sőt maga a miniszterelnök úr is. Ugyanakkor az önök magatartás abban foglalható össze, hogy úgy érzik, hogy csak a sikerekhez van közük, ugyanis a gazdasági mutatók legkisebb javulását rögtön kisajátítják, saját érdemként tüntetik fel, ugyanakkor a forint gyengülésért, az üzemanyagok árának emelkedéséért, vagy az egyre drasztikusabb munkaerő hiányért nem vállalják a felelősséget. Mikor erről kérdezzük önöket, akkor nemzetközi folyamatokra, Európai Unióra, vagy éppen a magyar ellenzékre mutogatnak meglehetősen álságos módon. Ráadásul egy olyan ágazatról beszélünk, ahol nagyon gyenge lábakon áll a szakképzés, a szakemberek utánpótlásában is komoly gondok vannak, ahol a fideszes oligarchák egyre garázdálkodás egyre nagyobb károkat és problémákat okoz. És hát úgy néz ki, hogy a munkaerő hiány az meg fogja folytani a magyar vidéket, és tönkreteszi a még állva maradt kis és közepes családi gazdaságokat, a kisgazdákat is, ha úgy tetszik. Ha megnézzük Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkanélküliségi rátát, akkor tavaly azt láttuk, hogy az országban itt volt a legnagyobb a munkanélküliség 8,5%-kal. Ugyanakkor Budapest és Borsod megye mellett Szabolcs megyében okozza a legnagyobb problémát a munkaerő hiány, amelynek egyik fő oka a közmunka nagyon rossz megszervezése, rossz gyakorlati lebonyolítása. Nem azt mondjuk, hogy nincs szükség közmunkára szükség van, még mielőtt félremagyaráznák a szavaimat, de a sokkal profibb módon kellene megszervezni. Itt arra gondolok, hogy több kötelező vagy kedvezményes elemet kellene belevinni a törvényi szabályozásba annak érdekében, hogy a közmunka és a mezőgazdasági idénymunka, vagy általában a mezőgazdasági munka közötti átjárást meg tudjuk teremteni, ugyanis amíg közmunkások sokszor halált megvető bátorsággal vizet gerebéznek, addig a paraszgazdának nincsen munkáskész, például a gyümölcsszüretek elvégzéséhez. Jó járna ezzel a közmunkás, mert sokkal többet keresne, mint közmunkán. Jó járna a kis és közepes családi gazdaságok tömege, hiszen akkor lenne munkáskész, és jó járna az állam, mert nem közmunkán kellene tartani százezreket, csak önök ehhez eddig szavazat maximálási okuk miatt nem mertek, meg nem akartak hozzányúlni. Várom tehát arra kérdemi válaszát. Köszönöm szépen, Apáti képviselő, elnézést, hogy csengettem, de 2 perc az idő. Farkas Sándor államtitkár úrnak adom meg a szót, válaszadásra 2 percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Ugyanakkor azért csak a statisztikai adatokat mondom először, mert úgy gondolom, hogy azok a legfontosabb dolgok, mivel a növekedés fokozatos a magyar gazdaságban és tavaly 4%-kal bővült, 2018-ban második negyedéves adatok is ehhez hasonló bővülésről tanúskodnak, azaz a lendületes teljesítmény nem egyszeri folyamatok eredménye, hanem tartósan pozitív elmozdulást tükröz. A foglalkoztatottak száma 4,4 millió fölé emelkedett, 2018. május-július hónapban 715 ezer fővel több foglalkoztatott volt, mint 2010 azonos időszakában. A mezőgazdaságban is dinamikus a foglalkoztatás bővülése, a munkaerőért forró verseny éleződése azonban általános érvényű, és nem korlátozódik a mezőgazdaságra. A közfoglalkoztatás és a mezőgazdasági idénymunka között a képviselő úr által javasolt rugalmas átjárás lehetősége jelenleg is biztosított. Ennek ellenére tárcánk folyamatosan tesz javaslatokat annak érdekében, hogy a mezőgazdaságban kialakult munkaerőhiányt minél rugalmasabban lehessen kezelni. Jelenleg folyamatban a jogszabályok oly módon történő módosítása, hogy az a közfoglalkoztatott is jogosultá váljon 2000 forint per nap összegű elhelyezkedési juttatásra, aki egy hónapban legalább 14 napig idénymunkában dolgozik. Ugyanakkor a magyar mezőgazdaságban nem kell olyan attraktív a fiatal pályaválasztók számára, munkaerő megtartó képessége sajnos alacsony. A fiatal termelők zöme meglévő gazdaságot vesz át, nem pedig újonnan kerül az ágazatba. Az egyik legfontosabb kihívásunk, hogy hogyan tudunk fiatalokat arra ösztönözni, hogy a magyar agrárium szolgálatába állítsuk életüket. Olyan életpályát kell adnunk, tudnunk felmutatni a fiataloknak, amely jobb életkörülményeket, több jövedelmet biztosít számukra. Meg kell nekik mutatnunk, hogy a 21. század agrárium nem egyenlő a korábbi hagyományos mezőgazdasággal, ezért dolgozik a kormány, és kérem ebben a munkában a képviselőtársam segítségét is. Köszönöm meg, tisztelő. Köszönöm szépen, Farkas Sándor államtitkár úr.